Sziasztok! A mai videó rólam fog szólni, illetve arról, hogy hogyan zajlik a napom hétvégén. Képzeljétek el, hogy ma egy pénteki nap van, és Dani reggel itthon hagyott, elutazott külföldre egy versenyre, és csak holnap este fog hazajönni, úgyhogy én abból az apropóból arra gondoltam, hogy meglepem valamivel, hiszen holnap ünnepeljük, hogy 2 éve és 11 hónapja együtt vagyunk, úgyhogy kiterveltem 1 hét dolgot, amivel meg szeretném őt lepni, úgyhogy tartsatok velem. Először is meg szeretném lepni egy kis aprósággal. Elkezdtem böngészni, hogy mit kéne neki venni, aztán megláttam a frisbee-nket, és már is beugrott, hogy mi lenne a tökéletes ajándék neki, hiszen már régóta szeretne egy valamit kipróbálni. Úgyhogy most induljunk és szerezzük be ezt. És már itt is vagyok. Imádok biciklivel közlekedni, mert pillanatok alatt odaérek mindenhova. Yeah! És meg is vannak az ajándékok, úgyhogy indulhatnak a trickshotos videók. És az ajándék beszerzése után azért várt még rám egy kis munka, úgyhogy rögtön elmentem az oxigénbe, tartottam egy pár edzést. Aztán most már beesteledett, úgyhogy itthon vagyok, már csak vacsorázni szeretnék, illetve az az ötletem, hogy még Daninak holnap készítek valami meglepetés vacsorát, egy kis desszerttel, úgyhogy még ezt kell kitalálnom, hogy mi legyen. És este meg is született a döntés, hogy végül mi lesz a mai vacsi. Úgy döntöttem, hogy egészséges hamburgert fogok sütni Daninak, édes burgonyával, illetve a desszertnek gondoltam egy ilyen túros, naturjoghurtos pohárkrémre. Úgyhogy most össze is írtam erre a kis cetlire, hogy miket kell bevásárolni, mert én mindig ilyen cetlivel megyek bevásárolni. Úgyhogy gyerünk, szedjük össze a hozzávalókat. Bioboltban kezdek, mert itt tudom megvenni a bucihoz a hozzávalókat. Az első hozzávaló beszerezve irány a többi hozzávalóért. Sajnos a tulajdonos nem engedélyezte, nem járult hozzá, hogy felfedjem a boltjuk nevét, úgyhogy sajnos ezt nem mondhatom meg, hogy hol vettem, de egy bioboltban tudtok ilyesmiket beszerezni. Elő a Isten is, akkor hajrá! Most már lassan úgy érzem magamat, mint a Málhás Szamár, de még el kell menjek a kedvenc zöldségesemhez, jó friss gyümölcsöket beszerezni a pohárkrémhez, illetve még egy-két apróságot remélem ott meg fogok kapni, mert még mindig nem kaptam meg mindent. Deliland, a kedvenc zöldségesem. Sziasztok! Mi mindent tegyek ebbe a pohárkrémbe? Eper biztos lesz benne. Szerintem lesz egy kis áfonya. És ahogy látom, nincs málna. Válogatok egy-két sárga barackot, mert még az is jól jöhet az én kis turmixomba. Köszi, sziasztok! És haza is értem, de mielőtt belekezdenék bármibe is, össze kell pakoljak és ki kell takarítsak, mert Danival elhanyagoltuk egy kicsit a háztartásbeli dolgokat, de ezt most bepótlom, ez is egy ajándék Daninak, hogy csillogni fog a lakás, mikor ő hazaér. Jesszusom, most hívott Dani, hogy elindultak haza, és 4 órán belül itthon lesz. Semmi esélyem, hogy elkészüljön. Olyan, mi lesz ebből a meglepetésből. Sebességnek kapcsoltam. Azonnal mosogatás, pakolás, és aztán tudom neki kezdeni a hamburgernek, illetve a desszertnek. Dani, most az egyszer, ne siess haza! Hogy lehet Daninak ennyi zoknia és alsónadrágja? Ezt most mind párosítanom kéne, de nincs időm ilyenekre. Wow, a rendrakás kész, turbósebességgel rendet varázsoltam a hálószobában is, illetve a nappali is kész. Konyhában is rendet tettem, az ő kis szent helyén is, már csak maga a főzés vár rám, illetve az ajándékot beleteszem ebbe a nagyon bájos fiús szatyorba, mert nincsen más.
Ez itt fogja várni Danit. A hambibucival fog kezdeni, mert azt egy órát kell majd keresztenem, és ameddig keresztem a desszertet fogom elkezdeni. Funny how the story goes, little hope but bigger dreams. They try to bring a sucker down, singing louder than the crowd. Eddig még elég furcsa nézkedés, remélem össze fog állni, ami most csak először ilyet, úgyhogy izgulok, hogy sikerüljön minden. Na de kezdjünk neki gyúrni. The sun is getting warmer. Bár a jobb karomat már nem érzem. Most a tésztánkat beraktam egy ilyen keresztőtába, és valamilyen meleg helyre kell rakni egy órára, hogy duplájra megkeljen a tészta. Úgyhogy én ezt most kirakom az ablakba. Hát nem tudom, mennyivel van melegebb itt az ablakban, mint a lakás bármely más pontján, de próbáljuk ki. És akkor lássunk neki a desszertnek. Ezt szintén most csinálok először, igazából ezt nem is recept alapján csinálom, így a saját útfőmből pattintottam elő ezt a kis desszertet. Igazából édesanyám szokott csinálni túrótortát, és az az egyik kedvencem nekem is, illetve Daninak is, aminek gyümölcs van a tetején, meg egy kis gyümölcs kocsonya, én ezt egy kicsit megreformáltam, és ezt ilyen pohár desszertként, túródesszertként fogom megcsinálni, egészséges változatban. Már ki is készítettem az összetevőket, úgyhogy hajrá! Ez az első réteg, és most ezeket a pohár krémeket beteszem a hűtőbe, hogy megdermedjen a zselatin benne, és összeálljon az egész. Amíg dermed a túrókrém, addig pedig megcsinálom hozzá a gyümölcs alapot. És igen, legalább egy valamivel készen vagyok, most mehetek a hűtőbe, folytatom a hamburgert. Funny how the story goes, little hope but bigger dreams. They try to bring a sucker down, singing louder than the crowd. Na hát nekem 6 darab bucim lett, mint ahogy láthatjátok, egyáltalán nem lettek egyforma méretűek. Hát ez már csak ilyen. Baj, majd figyelnem kell, és maximum a kisebb bucikat majd előbb kiveszem. Na most még 15 perc pihentetés kell a buciknak, úgyhogy addig előkészítem a húsit, illetve amit a hamiba fogok beletenni. Nagyon-nagyon-nagyon szorít az idő, az előbb beszéltem amúgy Danival, és azt mondta, hogy hát... fél óra körülbelül nem leszek kész. Van a bucik benne a sütőben, most jön a többi. Igazából a habi hússal nem sok problémám lesz, hiszen én már előre gondolkodtam. Itthon volt nekem kész hamburger bucim lefagyasztva, amit még a szüleimtől kaptam, ez egy nagyon jó kis minőségi hamburger húsból készült. Amúgy alapvetően sem sokkal bonyolultabb a dolog, mert csak darált marhahúst kell venni, és igazából az só borssal összekeverni és kisütni. Azért ez most nekem nagy segítség, hogy ezzel már nem kell foglalkoznom, úgyhogy csinálom hozzá a köretet, édes burgonya chipset fogok csinálni. Tartok, hogy a hambim most szedem ki, a kicsi hambikat kiszedtem, de megérkezett Dani, most hallottam, hogy csengetett, úgyhogy a továbbiakat együtt csináljuk. Ki az ott? Egyszer kellene csak, hogy kés. Kés, nem? Ilyenkor Dani rohan. És már itt már a boldog évfordulót felirazott. De aminek az a taktikája, ez kirakasztott egy évvel ezelőtt, és minden
Évfordulón ott van. Megjött a nagy ninja. Már nagyon vártunk téged. Kivel? Hát velük. Ja. Csá. A nézőkkel. De arról volt szó, hogy este jössz. Nem volt róla szó. Azt mondtad, láttam, milyen szomorú voltál, hogy jaj, este jössz. A helyzet, hogy nem készültem el. Úgyhogy improvizáltam, és arra gondoltam, hogy közösen befejezzük. Jaj, de jó, micsoda. De azért gyere nézzek, hogy mit készítettem. Nagyon zavarban van. Hol? Mit keresel? Nem láttátok? Mi? A békánt. Ez fitness hamburger. Nézzük, hogy hol lehet meg a békön. A békön keresi. A mikróba sincs. Na gyere, gyorsan lesd meg. Hát a kütyürepertoáron bővül. Igen, úgyhogy mehetnek a videó. Ez indoorból, ez micsoda? Az, az. Itthon működik. Dobálhatod itthon. Ez meg afikáként. Hát igen, Dani kipróbált a bumerángot, és rájött, hogy ez nem is olyan egyszerű, mint hogy ezt gondolta. Ennek van egy saját technikája, úgyhogy a Danikám ezt meg kell tanuljon. Azóta nem hagyja nyugodni a kérdés, hogy ezt hogy kell eldobni. Édes burgonyát közben bedobtam a sütőbe, erről lemaradtatok, de csak annyit csináltam, hogy az acsiból ráöntöttem a sütőpapírra, most beraktam 180 fokon, és figyelgetem. És mivel Daninak... Ne! Bedobta a szekrénybe. Beesett a szegrébe, én mondom, nem is biztos, hogy nem is lehet kiszedni. Gyorsan elmondom, mivel Daninak készítem, ezért nem csak megsütöm, hanem utána még kókusz olajban ki fogom sütni, még ropogósabb legyen. Ennyit a Benti Frisbee-ről. Tetszett az ajándékod? Dani azért tetszett, és dráma mindenhol. Sok sikerült. Kivalkáztam. Afrika buci. Te belsajtos buci. Jamie Ramona. És most egy percet pihentetni kell a bucikat. Ebbe kell maradni, mert pihentetni kell a húspakácsát. Most pedig jön a legizgalmasabb része, amikor is összelegózzuk a hamburger. Ú, de szép. Nagyon azt jó. A mindenit. Nesze nektek gyors kajáldák. Megjött Ramona. Sali. És saláta. Pacsaridom. És jön a mesés húspakácsa, amit Ramikre állt. Még egy kis hagyma a tetejébe. Húha, elég jól néz ki az a karamellizált hagyma. Tadám! Parancsom, jó étvágyat kívánom. Ó, köszönöm szépen. Hát ez isteni lett, Ramikám, megint lenyűgöztél a konyha tudásoddal, vagy konyha főző tudásoddal. Ez elég brutál finom. Tényleg jó? Aha, jó. Szóval Dani meglepődött, a desszertet lelőtte. Ez a tiéd, nézd milyen szép. Nagyon gusztos, gyönyörű. És kérdezed, hogy ez egészséges. Még ilyet? Igen. Úgyhogy a menünk előállt, nagyon vártalak már haza. Nagyon jó itt van. Hiányoztam. Úgyhogy ennyi lett volna ez a kis videóm, remélem tetszett. Ha tetszett, dobd le egy lájkot. És iratkozz fel a csatornámra, ha még ezt nem tetted meg. Sziasztok! Sziasztok!